köszöntök mindenkit, aki a mai asztaltársunkká szegődik, elfogadta a meghívásunkat ehhez a kerekasztalhoz, aminek a témája 35 éves lett 2016. október 1-én a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Asztaltársaimat köszöntöm először szeretettel, Piris Dóné Mislai, Ildikó és Haraszti Miklós. Miklós, mi nem 35 éve ismerkedtünk meg egymással, hanem hát minimum 40 éve, de talán még több. Abban az időben, az 1973-74-ben bekövetkezett metodista egyház szakadás egy egészen új helyzetet teremtett a számunkra, és ennek az egyik jó oldala az volt, hogy a világ egy kicsit kinyílt, és ami számunkra, vagy az én számomra legalábbis nem egy egyházi közeget segített megtalálni, hanem az akkori magyar valóságnak azt a szabad kis szegletét, aminek te az egyik legismertebb, vagy a legismertebb figurája voltál, a Darabbér című könyvet körül és más egyéb problémák miatt ért mindenféle támadás. Jól emlékszem, már akkor meg volt a felfüggesztett börtönbüntetésed, vagy csak készültek rá, és ebben a légkörben találtunk egymásra, nekünk borzasztó érdekes volt a te kedves személyed, és téged meg meglepett, hogy vannak ilyen egyházi emberek, akik szintén szembe kerülnek a hatalommal. Ez egy ilyen keresgélő, felismerő periódus volt mindenki számára, és egy azóta soha nem létezett erejű progresszív egységfrontnak, vagy közös célok felismerésének az esete, mert ugyan mindenki nagyon kis létszámban képviselte azt a tendenciát, amit képviselt, de nagyon sok emberrel beszélt és érdeklődött. Hát a későbbi nagy politikai ellentétek közül az úgynevezett népi, vagy Orbánus is teljesen együtt volt még akkor, ugye támogatták egymást az emberek. Nekem egy reveláció volt, hogy nem csak világi, nem csak posztmarxista, ugye, ami én voltam akkor, hanem egyházi ellenállás is van. Én akkoriban mentem át az életem legnagyobb fordulatán, ami az erőszakmentes változásnak a Martin Luther King, Gandhi és hasonló proféták nyomán. A forradalmár voltam, de erőszakmentes forradalmárrá váltam. Egy ilyen kvázi vallásos tudat volt, megértettem, hogy annál nagyobb változást a világban nem igen tudsz elérni, mint hogy magadat megváltoztatod. És ebben ért revelációként az, hogy az általam akkor legfontosabbnak ítélt magatartásformában a polgári engedetlenségben, a hatalomnak való erőszakmentes ellenállásban éppen egy egyházi csoport jár élen. Úgyhogy hát ennek volt köszönhető, hogy boldogan megkerestelek, és nagyon-nagyon tetszett a nyitottságotok, és hát az a fizikai bátorság, amit a lerombolt kápolnátok körüli továbbra is megtartott istentiszteletekkel, egyáltalán ugye nyilvánvalóan titkos rendőrség által igazgatott korábbi egyházi vezetéssel szemben, és ezáltal a titkos rendőrséggel is szemben tanúsított bátorság. Számomra ez volt a legfontosabb akkor, és hát ilyen módon egy máig tartó tisztelet, és remélem barátság. Ildikó, téged hadd kérdezzelek, hogy téged mi hozott a METnek a közelébe sokkal később, hát ahhoz képest, amit Miklóssal beszélünk, talán egy jó 35 év elteltével. Hogyan találkoztál te egyáltalán a METnek a nevével? 5,5 éve már, hogy beléptem először ide a főiskola falai közé.
Hát én lélekben tudtalak követni benneteket. Mert amikor 89-ben a Nagy Imre temetésén, akkor még fiatalabb voltam. És láttalak téged, először én ott láttalak téged. És aztán nem is találkoztunk soha személyesen. Viszont az, hogy távolról mindig tudtam követni, hogy mit csináltok, az nekem mindig egy kicsit fénysugárnak tűnt. Nem gondoltam soha, hogy azért nekem van családom, van munkám, gyerekeim, hogy én egyszer valahogy ilyen közel kerülök hozzátok, és aztán így hoztam az élet. És amikor a 2011-es nehéz gazdasági helyzet miatt, ez a sajnos és szerencsére, amikor sajnos a munkám annyira kevés lett, hogy szerencsére azt gondoltam, hogy akkor most olyan célokra használom, ami jó, és akkor én megkerestelek benneteket. Akkor a munkánk a gazdasági körülmények miatt nagyon-nagyon megcsapant, akkor én ide jöttem, és azóta itt vagyok veletek. És fölkínáltad, hogy ha lehet, akkor valamilyen önkéntes munkát. Igen, igen, és nagyon szeretek foglalkozni az idős emberekkel. Igen. Sőt, fejedbe vetted, hogy elvégzed a teológiát. Igen. Még erről mondj egy pár mondatot. Ahogy így belesodrottam itt, közöttetek. Te közgazdász végzettségű. Közgazdász vagyok, igen. Igen. Két dolog nincs nagyon messze egymástól? Hát ez a lelkünkben, ha összeér, akkor nincsen. Az egyik a fej, a másik pedig a lélek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ahogy megismerkedtem veletek, az intézetben a Szabó Ildikó lelkészasszony volt, aki a Bibliát ott hirdette, és vele találkozgattam ritkán. És senki nem akart engem téríteni. De valahogy, amikor azt mondtam, hogy na, ilyen emberek tanítanak itt, akkor megpróbálom ezt. Megnézem, és nem bántam meg. Fiatal korod élményében a lelki atyám voltál. És hát nekem ugye egy nem igazán jó békés családot, és egy nagyon-nagyon békétlen és rossz ideológiákat terhelt gyerekkort kellett elhagynom, és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottál. Térítésről nem volt szó, én magam álltam be a magam módján együtt érezni, ha úgy tetszik imádkozni veletek a legombolt kápolna köré, és aztán megértettem, hogy ahelyett, hogy egy formális gyülekezeti taggal több volna, az jó munka, hogy én erről tudósítom a világsajtót, és aztán az úgynevezett tamizdatban, és később a szamizdatban beszélünk ezekről a problémákról. Tamizdat, ez fölbontásra szól ez a szó, akkor még nem volt nyomtatott szabad sajtó, még ez a primitív nyomtatás sem ment, hanem a kéziratokat juttattuk ki, és így jelentek meg ezek a tudósításaim a ti lázadásotokról és önállósodásotokról Párizsban, a magyar füzetekben, a lengyeleknél és másodtól, és a világ sajtóban is. És hát természetesen, mint mindig igyekeztem hozzátok küldeni azokat az embereket, akik egy másik Magyarország iránt érdeklődtek. De hát ez egy hosszú-hosszú kapcsolat kezdete volt, aminek most nem tudom felsoroljam a fő stációid. Hát később, amikor belevágtunk ebbe a nyomtatott szemizdatba, akkor egészen természetes volt, hogy az önálló vallási csoportoknak, ha úgy tetszik, a képviseletében, de mindenképpen az őrájuk való figyelmezés biztosítékaként te is ott legyél az alapítók között, annyira, hogy a híres folyóiratunknak, a beszélőnek te lettél a névadója, te találtad ki. Együtt szolgáltunk az első parlamentben, és hát az ugye egyszerre csodálatos és elrémisztő, ahogyan mára a te változatlan magatartásod miatt lényegében ugyanabban a helyzetben keveredtetek, mint akkor voltatok, amikor megismerkedtünk. Ez egészen döbbenetes, hogy a hatalomnak egy egészen elszánt gyűlölete, hogy azon a téren, amit ők teljesen
megszerkesztetnek, és őket támogatónak, és zsebükben levőnek tudnak, pontosan azon a téren önállóságot tapasztalnak, pontosan ugye ez a feneketlen gyűlölet ma is, és pedig hát egészen, hogy mondjam, bibliai testvérgyilkossági indulatokig menően, és hát az hihetetlen, hogy ez a közösség milyen szépen meg tudta őrizni magát, és hogy te milyen szépen meg tudtad őrizni ezt a mentalitást. Számunkra akkor a mi egyház részünkben, ugye metodista egyház, bizonyos gyülekezetei kitartottak mellettünk, hát ez a legnagyobb a nyíregyházi gyülekezet volt, ami egyébként is a legnagyobb metodista gyülekezet volt. Jószerivel ezt az egy kápolnát sikerült igazán rendesen megőrizni a naponta megújuló hatósági rohamokkal szemben, mert mindig valamit kitaláltak, és meg volt a kilakoltatási végzés, és mindent elkövettek, hogy ezt elvegyék tőlünk, és ebben nagyon-nagyon sok segítséget jelentett az, ahogy te ezekről az eseményekről hírt adtál, vagy szervezted, hogy megtudják, mi is történik velünk, és azt láttuk akkor, hogy ha odafigyel a világ, akkor ez legalábbis fékezi egy kicsit a diktatúrát. De ott voltál akkor is, amikor 35 évvel ezelőtt Nyíregyházán megünnepeltük az elismertetést. El tudtad képzelni, hogy kommunizmusban ilyen előfordulhat, hogy valaki eléri, amit akar? Én nem nagyon. Engem meglepett, hogy megadta magát a hatalom. Meg is lepett, akkor azért messze voltunk még a rendszerváltástól. Meg is lepett, meg nem is. Mert ennek a vas alapja az volt, és ebben nagyon testvér jellegű volt a törekvésünk. Egyáltalán nem számítottunk rá, mi sem számítottunk a rendszerváltásra. Hát a 70-es években mi még inkább csak a rendszer értelmiségének vagy bekebelezett papságának voltunk az ellenzéke, nem annyira azzal a reménnyel, hogy maga a rendszer fölülírható. A 80-as években pedig már ugyan, főleg a lengyel átalakulás és a lengyel szolidaritás leverése után is folytatódó ellenállás miatt ugyan belopózott a fantáziába ennek a lehetősége. De makacsul mentünk tovább abban a magatartás formában, ti is, meg ez a világi ellenzék is, hogy akármi történik, ha történni fog, az lehet, hogy a mi életutunkon túl fog történni, de nekünk egy dolgunk van, hogy ebben a dologban kitartsunk. És ennél több változást elképzelni sem lehet. De mivel a világhelyzet változott, de mivel az utolsó fillér is elfogyott, amelyből ezt a hatalmat finanszírozni lehetett, de mivel az emberek változást kívántak, ezért ez bekövetkezett. És hát ma ugyan szeretik ezt úgy beállítani, hogy ők maguk változtatták a rendszert, de remélem, lesz olyan történetírás egyszer, amelyik elismeri, hogy enélkül, a magatartásbeli vas alap nélkül, amelyik reménytelenségben is a reménnyel él, és nem enged a 48-ból, hogy így mondjam, enélkül ez nem következett volna be, nem nálunk következett volna be, nem így következett volna be. Ez csodálatos volt, igen, amikor ezt elismerték, és nagy példa volt mindenki másnak is. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egy fórum is, egy találkozási pont. Mi magunk, amikor néhány évvel ezelőtt meg kellett határoznunk, hogy kik is azok, akik ide tartozónak érzik magukat, akkor azt kellett kimondanunk, hogy van, aki szolidaritásból van itt, van, aki szociális munkánkkal ért egyet,
van, akit vallási kérdésekben tud segíteni, szolgálni az egyház, és hát talán olykor egy kis politika is beleszövődik a dologba. Ti mindketten ezen a platformon találkoztatok, és ami miatt örülök, hogy itt vagytok ezen a beszélgetésen, hogy pár héttel ezelőtt egy újságíró, gyalászkodó mindenkit és minden számunkra értékes dolgot megvető magatartása miatt, és azt követően, hogy ennek ellenére a Magyar Köztársaság lovak keresztjét megkapta, többen visszaadták a magas kitüntetésüket, sőt, Miklóstól származik az az ötlet, hogy ne a köztársasági elnöknek küldjük vissza kitüntetéseinket, hanem akkor ajánljuk fel egy árverésen az árát a legények támogatására. Akkor is itt voltam azon az árverésen, amikor nem engedtek benneteket már a karácsonyi vásárra, tehát itt már több árverés is volt. És azt gondolom, nekem van egy ilyen érzésem, hogy ezek a falak, ezek megint ilyen történelmi időknek a tanúi. Úgyhogy amikor én tudatlanul beléptem ide 5 évvel ezelőtt, akkor nem tudtam John Wesley-ről igazából semmit. És azt hiszem, hogy tudatlanság azért előny, mert akkor nekem én megéreztem azt, hogy itt olyan valahogy itt jó helyen van az ember, biztonságban van az ember, és azt éreztem, hogy ha valakinek, bárkinek gondja van, baja van, akkor itt segítséget talál. Nem tudtam, de azt éreztem, egy kicsit azt éreztem, hogy hazajöttem. És ez egy nagyon furcsa, amikor az ember úgy érzi a saját hazájában, hogyha egyszer valahonnan hazajön, akkor mégis idegennek érzi magát. És bejövök a falak közé, és itthon vagyok, úgyhogy itt, ha árverés van, itthon van az ember. Ha szegényeknek kell gyűjteni, itthon van az ember. Ha imádkozunk, itthon van az ember. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért nem tudja, én így fogalmazok, hogy nem tudja se lenyelni, se kiköpni a hatalom, hogy itt nem azért vagyunk itt, mert pénzt kap bárki, nem azért vagyunk itt, mert itt majd meggazdagszunk, de nem azért mész a kiszolgáltatottakhoz, mert majd ők rengeteg pénzt adnak neked, és ki lehet fényezni belőle majd a templomnak az x-edik bronz vagy aranyszobrát, hanem azért vagyunk itt, mert a szeretet összetartó ereje, így fogalmazok, az, ami mindenkit idehúz. Közben csendben az asztalunkhoz telepedett Szűcs László. Kedves Laci, te hogy is kerültél a METnek a közelébe? Ha én jól emlékszem, volt egy kis ifjúsági körünk, amiben én téged megismertelek, én is sokkal fiatalabb, de nálatok azért idősebb lelkészként az otthonunkban, vagy a gyülekezetünkben szerveztem azt a kört, amiben te is megjelentél, és aztán munkatársak lettünk az Oltalom Karitatív Egyesület szervezésében, amit ugye 1989-ben hoztunk létre, részben olyanokkal, akik az egyházban karitatív munkát akartak szervezetten is végezni, de nem mertek velem jönni a szegényeket támogató alapnak a megalapításakor, és jól emlékszem még most is, hogy a 90-es évek elején, talán 91 karácsonya volt, vagy 92 karácsonya, amikor a Dankó utca 9 szám alatt megnyílt az éjszakai menhely. Ha jól emlékszem, akkor te voltál az első ügyeletes, amikor második? Én csak arra emlékszem, mindig el szoktam mondani, mert olyan jó pofa dolog, hogy két férfi, egy nő és egy fehér patkány volt az első csoport, akik itt szállást kértek, a patkány az ügyeletesnek az íróasztalában aludt. Igen. De vedd át te a szót és mondd el, hogy keveredtél ide, és mi tartott ennyi időn át itt? Hát valahogy úgy lehet elképzelni, én kerestem valamit, és vagy valakit, és igazából vasporszemként kötöttem, miután megismertelek téged, titeket, így az egyházat, nem tudtok levakarni. Rossz,
vasporszemként kötődök hozzátok. Nagyon, ugyanakkor kettős életet éltem annak idején, nagyon balhés voltam fiatal koromban, és lehet, hogy ez a további ilyen szociális munkás tevékenységemet is, ez az utcai szolgálat leginkább ez érdekelt, és még a mai napig is ez a közvetlen tenni akarás, ez még mindig ott van, hogy a helyzetek, konfliktuskezelés, krízis intervenció, bármi másra is gondolhatunk, vagy segítés. Tehát az, hogy együttműködve a rászorultal, vagy a segítségre szorulóval tudjunk egy kicsit előrébb lépni, normális körülmények közé terelni őt, a sorsát. Egy vasárnapra emlékszem, hogy egyszer betévedtem hozzátok egy kapcsolaton keresztül, és gyakorlatilag én katolikus családból származom, és onnantól kezdve nem jártam máshova. Nem nagyon tudtam már, nem is akartam. És annak idején én Éliás Józsi bácsihoz jártam, én a Kossuthra, Debrecenbe szerettem volna jelentkezni pszichológia szakra, és Józsi bácsi nagyon keményen imádkozott azért, hogy ne vegyenek föl oda. Tehát amikor megtudta, hogy 3 ponton múlott a felvételi sikertelenségem, azt mondta, hogy hát ő ezért imádkozott, fohászkodott, hogy ne ide kerüljek, hanem máshova. És pont akkor indult pár hónapra rá a Wesley főiskola. Ott viszont első nyitó évfolyamosként szerepeltem, vettem részt a tanulásban. Soltó Tilia és a többi tanárok nagyon nagy élményt adtak, az a szetás hangulat átjött még, és ez nagyon jó, mai napig még ott van, és nem tudják, tehát nem lehet pótolni őket gyakorlatilag. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy élmény volt, és nagyon örülök annak, hogy akkor még idejében részt vettem, még az induláskor. Tehát amikor a Dankó utca indult, akkor már én itt voltam. Ez az egy nap, hát egy nappal később sikerült. Na, bum. Hát 93-ban, amikor a világi szak, a szociális munkaszak indult, ebben az első évfolyamban vettél részt. Születésnaposoknak mindig abból a zsoltárból szoktunk idézni a hány évesek, és a 35. zsoltár egy nagyon különös dávidi imádság ének, azzal kezdődik, hogy perelj Uram perlőimmel, és segíts meg a rossz indulatú hatalmasokkal szemben. Ónodi István kollégák volt, aki ezen az ünnepi Isten tiszteleten igét hirdetett a 35. zsoltár alapján, és eltréfálkoztunk azzal, hogy talán van közöttük még egy-két fiatal, aki esetleg még 35 évet itt tölt majd, és vajon mi lesz a 70. születésnapi zsoltárban, és akkor ő csendesen megjegyezte, hogy ő is megnézte, és majdnem szó szerint nagyon hasonló dolgok vannak ebben, mintha az Iker zsoltára lenne a 35. zsoltárnak a 70. zsoltár. Azt mondtad, Miklós, hogy nem hagyja meg a hatóságokat, mindaz, amit csinálunk, talán nem is az ő meghatódásukra teszünk, amit teszünk. Mégis, ha kérhetek tőletek egy-egy mondatot arra, hogy hogyan látjátok egy olyan közösségnek, egy olyan egyháznak az útját, amelyik valamiért mindig egy kicsit szembe kerül a hatalommal, akarata ellenére is. Jól van ez így? Jól van ez így. Abszolút teljes mértékben. Én úgy gondolom, hogy ami az ember szívéből jön, hiába nem állíthat meg semmiféle államhatalom. Bármelyik rendszer legyen az uralkodó, akkor sem. És az ember szíve alapvetően tiszta, tisztának kell, hogy legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy a hatalom az egy szükségtelen rossz fékező ernyő ebben az egész dologban. És sokkal jobb
széllel szemben biciklizni, és úgy nagyobb távolságokat megtenni, mint hátszéllel ellavírozni. Igen. Nagyobb élmény. Miklós? Igen. Jobb teljesítményérzés. Igen. Igen. Hát persze, hogy jól van, ha bár hozzá kell tennem, hogy még csak ezt sem lehet aláírni, hogy ki ellene volnátok, hát ők vannak ellenetek. Fontos különbség. Nagyon nagy különbség, hogy biztos egy pszichológusnak, hatalompszichológusnak érdekes tanulmány volna, hogy ezt az extrém uszulást, ugye, ami bekövetkezik, annak látán, hogy ti állandóak vagytok, hogy ti azok vagytok, amik, és mindig azt adjátok, ami a szívetekből jön, hogy erre milyen uszulás válaszol. Ez egészen megdöbbentő, hogy az elemi polgári illemnek, a logikának, a törvények betartásának, hogy bárminek az árnyéka sem érheti őket, mindig valahogy, különösen a mostaniak valahogy tévedhetetlenül kiválasztják azt a lávalóságot, amellyel azt gondolják, hogy ártani lehet. És hát tudnak is ártani szegény embereknek, tudnak is ártani megsegítetteknek. Nektek nem, mert csináljátok a dolgotokat, és ezzel boldogok vagytok, de ez borzasztó, ami károkat tudnak okozni megsegített emberek elmaradt megsegítésében. Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt az elmúlt percekben, sőt azoknak is, akik az elmúlt 35 év bármelyik pillanatában együtt voltak velünk, segítettek bennünket szavakkal, vagy más módon támogattak, vagy csak figyelték azt, amit teszünk együttérzően. Mindenki számára Isten áldását kívánjuk. Köszönjük, hogy velünk voltak.